Nem veszélyes mesdje ez? De, és azt gondolom, hogy ez sem ma kezdődött a magyar politikában, hát ugye bankárkormányozásról is hallottunk az előző ciklusban, és egyébként is általában az ellenzék szokott ezzel élni. Érdekes módon egyébként a mostani ellenzéki pártok, akik korábban ugye mostani ellenzéki párt, az MSZP, amely korábban kormányon volt, a Szoros meg mínusz egy politikája jegyében kezdi alkalmazni ugyanezeket a technikákat, tehát a bankárbarátokról beszél, a kormányfő kapcsán is időnként megjelenik a gazdagok pártja, tehát ugyanazok az eszközök rendszeresen visszatérnek. Hát ennyi populizmus egyébként a legtöbb politikai rendszerben megjelenik, tehát hogyha valaki megnézi mondjuk az Egyesült Államok választási kampányát, ott is általában azok a fő ellenfelek, akiket már hogy a társadalmi a kutatások kihoznak, nem szeretem társadalmi csoportoknak, de ebben azért nincs olyan nagy meglepetés. Egyértelműen a választóknak szóló zenetek, kommunikációs, hogy a gazbankok, a gonosz közszolgáltatók. Ja, nem, hát persze, én nem gondolnám, hogy Lázár János messze elkerüli a bankokat. Magánemberként itt egyszerűen arról van szó, hogy ezek nem is annyira rossz, már hogy nem is annyira hatástalan politikai technikák, tehát hogyha ilyen dihotómiákat sikerül felállítani, mint a bankok, illetve az emberek, akkor ez hát be tud szorítani egy politikai ellenfelet egy rossz pozícióba, és onnan nagyon nehéz kijönni. Más kérdés, hogy azért ebben van egyfajta homokozói szemlélet, tehát hogyha a magyar politika elmegy ebbe az irányba, és a homokozón kívül nem tekint, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogyha magát belehúzza ebbe a vitába, tehát hogy folyamatosan ilyen homokozói neket teremt, és mondjuk a bankok ellen indít a homokozói. Homokozói hadműveleteket, akkor hogyha itt mondjuk egy komolyabb gazdasági és politikai összeomlásra kerül sor, akkor azért egy pillanat alatt a választók be tudják helyettesíteni a bankok helyére a politikusokat, és nagyon könnyen ugyanolyan ellenségképekké tudnak válni, mint amit most a politika gerjeszt a bankokkal szemben. Tehát ez nagyon veszélyes játék, ezzel egyetértek ezzel a képviselőben megfogalmazott állításra. De ki volt a főszereplő, hogy kialakította a legjobb a szereplőt, ha már adunk ennek a szereplőt? De vászoljuk az ajánlít modellet, hogy sikkel a rezonok, egy jó deleírás az okok, ez egy nők, egy mennyzatok, nőkből mint zelenők, akkocsonok, magának a színházi teljesítménynek, tehát ha én most fogok mondani neveket, akkor azért azt is érdemes amellé látni, hogy én azt gondolom, hogy azért ez most lényegesen kevesebbet számít, mint számít akkor, amikor szimbolikus ideológiai kérdésekről van szó. Tehát egy alkotmányvitában, egy médiatörvényvitában, bármilyen más szimbolikus vitában van jelentősége annak, hogy a színházban kiügyes. Egy ilyen gazdaságpolitikai jellegű kérdésben, mint mondjuk a devizaitások megsegítése, a legjobb szerep is könnyen maga ellen fordulhat, hogyha maga a megoldás az nem szerencsés. Emlékeztetnék arra, hogy Gyurcsány Ferencet is nagyon hosszú ideig éppen a retorikai színészi képességei miatt becsülték nagyon sokan, és aztán inkább a tartalmi kérdések terén szenvedett jelentős kudarcot, és onnantól visszájára fordult a színészi teljesítményével kapcsolatos vélekedések is, tehát az, ami korábban pozitívnak tűnt, az onnantól kezdve átcsapott egy negatív megítélésbe. De azt gondolom, hogy ma egyébként a négy főszereplő, tehát Orbán Viktor, illetve a három frakcióvezető, sőt, hát maga Lázár János is elemében volt. Orbán Viktor különösen a viszontválaszban mutatott egészen jó formát. Tehát, hogyha meg kellett volna adni, hogy melyek azok a mondatok, melyek azok az elemek, amiket ki kell emelni, akkor azokat mondtam volna én is, amiket ő kiemelt, ráadásul egészen lendületesen és meggyőző erővel adta elő. Tehát azt gondolom, hogy színházból mindenkinek ötös volt a mai parlamenti ülésen, de még egyszer hadd hangsúlyozom, hogy azért ennek a relevanciájának erősen korlátozott a szóval a választók, mit érzékelnek az nem a parlamenti közvetítés kapcsán fog kiderülni, hanem majd akkor, amikor átgondolják, hogy segíti az ő helyzetüket. Как раз все классы, которые...